Helyzetkép című sorozatunk eheti részében Tóth Lajos polgármester összefoglalta a járványhelyzettel kapcsolatos aktuális tudnivalókat. Többek között elmondta, hogy a város idős otthonaiban megtörtént a védőoltások beadása. Engedjék meg, hogy a maszkomat a jobb értetőség kedvére levegyem. A távolságtartás szabályának így is megfelelünk a kellően nagy irodámban. Tiszteltel köszöntöm a város lakosságát a televízió képernyőjén keresztül. Köszönöm, hogy ismét érdeklődnek a elmúlt hét fejleménye iránt. Tájékoztatást kaptam péntek délelőtt arról, hogy városunkban is megkezdődött, illetve pénteken meg is történt a idős otthonokban a koronavírussal kapcsolatos védőoltások beadása. Idősebb bentlakás otthonában 18 fő bentlakó kérte a oltást, meg is kapták. A többiek, 12 és 30 fő közöttiek egészségi állapotuk és egyéb objektív okok miatt nem kaphatták meg, és megkapta 8 fő dolgozó is a Pfizer nemű vakcinával a védőoltást, és arról tájékoztatok, hogy 21 nap múlva a következő védőoltásra is sor fog kerülni, és tájékoztatást kaptam arról, hogy ugyanerre került sor a Fenyes-sziget intézményében, illetve a református idősek otthonában is, tehát ez az országos irodásokban is hallhattuk, püspöklorányi idős otthonokban maradéktalanul zökkenőmentesen az előzetes tervek, általunk ismert előzetes tervek szerint történt. Ehhez kapcsolódóan új információ, de a országos sajtóban is értesült, de helyi szinten is már előkészítés alatt van. E hét második felében a időskorúak, tehát a 89 év fölöttiek oltása fog megvalósulni. Ezek előkészítésről kaptam tájékoztatást házi orvosainktól, akik ebbe a korosztályba tartoznak. Reményeink szerint ugyanúgy előre eltervezettek szerint a héten részesülnek védőoltásban, hiszen köztudott, hogy ők a leginkább veszélyeztetettek a Covid-járvány kapcsán. Semmilyen további negatív információ nincs a város vonatkozásában, viszonylag alacsony az új fertőzöttek száma. Korábbi hetekben is 10-es nagyságrendű volt, most is ilyen alacsony számról tudok, csoportos fertőzésről nem tudunk. Viszont annak érdekében, hogy ez így is maradhasson, vagy az egyre kiteljesedő védőoltások mellett még alacsonyabb szám legyen. Elsősorban itt gondolok az elhalálozások számára, ami egy is sok, de sajnos azt tapasztaljuk, hogy országos szinten még mindig magas. Addig a folyamban lévő védelmi intézkedéseknek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni, és arra kérek mindenkit, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a vírus esetleges továbbterjedését akadályozzuk, nehezítsük, és minél hamarabb térjen vissza életünk a normál megszokott rendbe. Nyilván ehhez felsőbb szintű döntések szükségesek. Továbbra is kérek mindenkit, hogy közterületeken, illetve minden olyan helyszínen, ahol ez kötelezően előírott, beleértve a hivatalunkat is, és ezt a maszkot csak a beszélgetés idejére vettem le magam is, tehát mindenki viselje maszkot, közterületeket is kérem, hogy főleg a zsúfoltabb helyeken továbbra is mindenki a megszokottak szerint viselje a maszkot, ezzel is elébe tudunk menni a esetleges később fellépők ellen, mert ne sértnek. Január 26-án öröknyugalomba helyezték Nyírkos Tibort, a helyi gimnázium egykori igazgatóját a püspökladányi köztemetőben. A keddi nap folyamán szomorú történésről kell beszámolnom. Nyírkos Tibor nyugalmazott igazgatórat búcsúztattuk. Ugye köztudott, hogy sok évtizeden keresztül igazgatóra Karacs Ferenc középiskolánk igazgatójaként látott el fontos feladatot városunkban, és nyugalmi vonulás után is aktív szereplő volt a közéletünknek, városi díjazottunk is volt. Szomorú kötelességünkre tettünk eleget, amikor munkatársaimmal együtt az önkormányzatunk nevében lerúgtuk kegyeletünket Ravatalánnal. Megtörténtek az első egyeztetések a helyi közintézményekkel a 2021. évi költségvetéssel kapcsolatban, folytatta a polgármester. Szerdán délután a
2021. költségvetésünk előkészítése kapcsán intézményekkel történő egyeztetése került sor. Tulajdonképpen ez egy első egyeztetés volt a Egyesület Óvott Intézmény vezetésével, gazdasági ellátószervezet vezetésével, valamint a Tájékoztató és Közművelési Központ, Könyvtár és Múzeum vezetésével. Itt bizonyos elvek kerültek rögzítésre, ami a tételes költségvetés előkészítése kapcsán figyelembe vendő, tehát egy első körös megbeszélés volt. Most hétfő délután vagyunk, hétfő kora délután pedig a Városüzemeltető és Gyógyszűrő Kft. Ügyvezető igazgatójával, illetve gazdasági vezetője volt egyeztetésem az elmúlt órában, percekben. Szintén ugye ez a helyzet, a költségvetés előkészítése, tervezés indítása van napirenden. Egyébként a kapcsolva hozzá a mai nap folyamán a hivatal pénzügyi apparátusának vezetésével szintén ezügyben tartottunk részletekben menő konzultációt, ugyanis a következő hetek legnagyobb feladata a város és intézményeinek, gazdasági társaságainak költségvetése, előkészítése és remények szerint majdani határidőben történő elfogadása. Nagyon nagy feladat, látva mostani nehézségeket, amiből van bőven, de igyekszünk ezeket kezelni. Együttműködés, összefogással, némi megértése és bizonyos további megszorítások, amikor a saját nadrágszínünket is kell egy idézőjelben összehúzni, bízom benne, hogy a elfogadható és működőképes költségvetést tudunk összeállítani intézményeink, gazdasági társaságaink, városunk számára. Ezen dolgozunk, rendkívül sok időt energiát fog igényelni. A szakaparátus, illetve a szakbizottságunk is ebben a előzetes lépésekkel az elmúlt hetekben is elvégezte. A csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatban továbbra is folynak a pályázat előkészítő munkálatai. Egyeztetésre került sor a korábban már több alkalommal napirenden volt városi csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos pályázatunk előkészítésében. A műszaki tartalmakat ismételten áttekintettük. A tervek olyan szinten elkészültek, hogy ez a pályázat péntek délután a utolsó határig benyújtásra is kerülhetett. Péntek délelőtt hivatalomban keresett fel Bódó Sándor államtitkár úr, országgyűlési képviselőnk. Erről úgy tudom, hogy Facebookon sokan értesülhettek. Megköszöntem államtitkár úrnak, hogy rajtunk tartja a figyelmét, és Barász Ferenc alpolgármester társammal folytattunk egyeztető megbeszéléseket képviselő úrral, államtitkár úrral, egyrészt a folyamatban lévő pályázataink megvalósulásáról, kapcsoló nehézségekről, költségvetés tervezés nehézségéről, valamint a versenyképes Magyarország program, mások úgy hívják, hogy top 2-es program, lehetséges pályázati területéről. Tehát, ahogy korábban szinte minden héten beszélek róla, december-januárban igen sok időt energiát fordítottunk ezen programok, lehetséges programjaink és azok prioritásai előkészítésére, és ezek fontos, hogy képviselőről egyeszerűen módon és a vele folytatott egyeztetések alapján folyanak. Köszönjük, hogy időszakítottánk, és ez az egyeztetés, ez természetesen nem egyedi, hanem időszakunként folyamatos. Péntekről még nem maradjunk az információ, hogy a múlt hét elején kiküldött a januári testületülésre előzetesen beterjesztett előterjesztések, amelyek elkészülhettek, objektívok miatt elkészülhettek, azokról a visszajelzések megérkeztek. Pénteken 6 kérdéskörben polgármesteri határozat született, önkormányzat nevében polgármesteri határozat született, amelyek a város honlapján részletesen is megtekinthetők, ezekről most nem kívánok részletesen szólni. Tóth Lajos elmondta, hogy az okostelefonos alkalmazása, város applikáció tesztprogramja hamarosan elkészül. A város applikációs csomag tényleges kialakítása
tulajdonképpen a héten megkezdődik, lesz egy tesztüzemmód, aztán pedig szélesebb közönségünk számára is megnyílik ez a lehetőség. Ez egy mindenki által, sokak által mindenki által támogatott olyan lehetőség, amelyben városi szinten egy felületről és biztos forrásból értesülhetnek a okostelefonon érdeklődők, illetve okostelefonos alkalmazást alkalmazók a várost érintő sokféle kérdésben. Sok hasznos alkalmazási lehetőség is napirenden van, ezek kialakítása, bővítése a alapváltozat elkészült után úgy tervezzük, hogy folyamatos lesz. A Petőfi utcán lévő Volt Hangulat étterem helyén hónapokkal ezelőtt megszűnt a ruházati üzlet. Azóta rendezetlen állapotok uralkodnak az épület előtt. A polgármestert a helyzet orvoslásáról kérdeztük. Magam is érzékelem ezt a problémát, és nekem is gondot okoz ez az állapot. Jól néznek a múlt hét hétfőn. Kértem munkatársaimat, hogy írásban érdeklődjenek a tulajdonos szándékai illetően, illetve szólítsuk fel arra, hogy a városközponthoz elvárható állapotokat állítsák vissza. Ismertem szerint ott átalakítások fognak történni, de pontos információt még erről nem kaptunk, hogy milyen átalakítások. A magánterülethez kapcsolódóan december hónapban 4 fa kivágása megtörtént. Ezek eltávolítása fokozottan megnyitotta azt a teret, illetve az épület leromlott állapotát, ami sokak számára negatív érzetet kelt, számomra is. Ez ideig még a tulajdonostól írásos visszajelzést nem kaptunk. Fogom forszírozni ezt a történetet, mert engem is zavar. Sokakkal egyetértésben engem is zavar, hogy állapotok vannak. A tulajdonos kötelessége, hogy a városközpontban az olyan állapotot tartson fenn, ami vonatkozó szabályoknak, rendeletnek, városképi rendeletnek, illetve a városlakók elvárásainak is minimálisan megfelel. Az itt látható felvételek a város külterületén lévő egykori szeméttelepen készültek. Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban szélmalomharcot vív az önkormányzat. Tudtuk meg Tóth Lajostól. Visszatérő probléma, hogy a város külterületeit egyesek illegális hulladéklerakónak tekintik. Az elmúlt év folyamán is sok ilyen helyzettel találkoztunk. A mezőreink a külterületek állapotát folyamatosan szem előtt tartják, nyomon követik. Kiemelt munkaköri feladatuk az illegális hulladéklerakással kapcsolatos eljárás, jelzés, illetve eljárás. Sajnos azt kell mondani, hogy annyi emberünk nincs, hogy minden ilyen területen mondhatni, hogy az összes kivezető út és környezete megtalálhatók ezek a illegálisan kidobott hulladék kupacok. Visszatérően a városvezetőnk ezeket összegyűjti és elszállítja. Természetesen ez mind-mind súlyos ezrekbe, mondhatom, hogy százezrekbe kerül. A tavalyi év folyamán több rendőrségi feljelentést tettünk az ilyen helyzetek kapcsán. Igazi érdemi döntésről még nem kaptam értesítést, pedig többször forszíroztam rendőrség irányában is. Egyelőre eredményeket nem tudunk felmutatni az ilyen cselekedetek kapcsán. Nagyon rajta vagyunk. Arra kérek mindenkit, hogy ha látnak ilyeneket, akkor ne feljelentést tegyenek, hanem tegyék meg a bejelentést XY-on tette. Illetve ha nem is jelzi felénk, akkor az ilyen cselekedete úgymond vetemedőket szólítsák fel arra, hogy ne tegyék. A város külterülete ugyanúgy a város tulajdona, mint a belterületi részek, annak a kultúrát állapotó történet tartása ugyanúgy feladatunk. Igyekszünk is megtenni, de úgy látszik a illegális hulladékot elhelyezők mindig előtte járnak annak, mint akik ezeket eltávolítják. Nem is igazán értem, hogy miért kell ezeket a lakossági hulladékot kivinni, holott a közszolgáltatás teljes körű. Most már nem mondhatjuk azt, hogy van az városban egy-két utca, ahol a hulladékszállító jármű nem tud bemenni. Tudtam, már minden egyes ingatlan megközelíthető. Az egy dolog, hogy vannak rosszabb állapotú utcák, rosszabb állapotú területrészek, hulladékszállítás lakosság részéről lakosság irányába biztosított, és vannak, akik mégis így módon próbálnak a náluk felgyelemben tulajdonképpen megszabadulni.
nyomatékosan és tisztelte kérem, ne tegyék, mert minden egy ilyen felderült eset eljárás von maga után. Az egy másik történet, hogy te veszélyhelyzet alatt ezek a eljárások igazán nem eredményesek. Én tovább is maximálisan elhatározott vagyok abban, hogy minden ilyen illegális cselekedetnek legyen következménye, akár büntetőjogi következménye is, de legegyszerűbb lenne ezeket megelőzni, nem pedig akár büntetési formájában eljárni. A polgármester azt is elmondta, hogy a tanúszoda lehetséges helyszíneivel kapcsolatban megérkeztek a tervezőmérnök tervei, amelyeknek jelenleg a feldolgozása zajlik.